No hát egy nagyon jó hírrel és nagyon fontos témával megyünk tovább, mert ilyenkor nagyon büszke az ember. Nem csak akkor, amikor nézi mondjuk a sporteseményeket, és látja dobogón a magyarokat, a magyar versenyzőket, hanem akkor is, amikor, vagy akkor leginkább, amikor személyesen találkozik velük, 5 arany, 7 ezüst, 3 bronz. Ugye ez a római vizes EB-nek az eredménye, és hát köszöntjük vendégeinket. Hát mindenképpen Vadár Sándort, aki a Magyar Úszószövetség elnöke, egykori kiváló úszó, ugye nem kell ilyen szempontból külön bemutatni, és hát Márton Richárd, aki Európa bajnoki ezüstérmes, 200 vegyesen, gratulálunk. Gratulálunk. Elvetődik mindjárt kérdésre, de miért pont egy ezüstérmessel beszélgetünk? Ugye hát egyrészt van egy ezüstérmed egyéniben, de ugye a váltóban az aranyat is nyertél. És hát nem is ez az igazi érdekesség a dolognak, hanem az, hogy hát milyen küzdelem és milyen pályafutás közepén remélhetőleg érted el ezt az eredményt. Sokáig ugye csak úgymond edzőpartnereként Milán Kristófnak, és hát most előléptél a fénybe, lehet mondani, a reflektorfénybe ez az ezüstel. Hát ugye úgy apostrofálták tulajdonképpen Ricsőnek a teljesítményét, hogy az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb meglepetése volt, nem? A római úszó. Sok meglepetés volt nyilván, hogy én magam sem gondoltam volna azt, hogy 15 érem lesz, ugye, ahogy fölvezettétek az adásban. Alapvetően azt gondolom, hogy Rómában egy generációváltás volt, vagy éppen folyamatban van, jönnek fel a fiatalok, azért tényleg számosan Kovács Benedek, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Mihályvári Farkas Viktória, Márton Ricsi, tehát azért sok olyan fiatal van most, akikről azért annyira nem hallottunk az elmúlt időszakban. De Ricsi ugye egy visszatérő fiatal, már ugye 23-es nem is annyira fiatal, inkább a meglepetés az, hogy egy kisebb szünet után visszatérve. Hogy sikerült őt motiválni? Aztán mondjam elő is a személyes motivációit. Hát mondja elő. Na mondd. Hát a motiváció ugye az volt, hogy egy eléggé rossz időszakomban voltam, ahol már ugye a futarkodáson túl voltam. Ez három évvel ezelőtt, 2019. júniusában történt, és augusztusában jött az a lehetőség, hogy akkor a Kristóf mellett tudok dolgozni, az ugye az elnök úr és Sósta babá mentorálásával összealakult egy ilyen partneri megalakulás. Ami korábban is volt, csak most visszatérőként újra. Igen, és... És akkor ugye elkezdtük az edzéseket, kicsit nem találtam ott a helyemet, meg ugyanúgy ezek az eredménytelenségek, sikertelenségek jöttek. És akkor úgy döntöttem akkor januárjában, hogy akkor jó, most végleg lezárom ezt a korszakomat, és akkor volt, hogy egy edzőtábor előtt jött egy telefon, talán 3 nappal vagy 4 nappal előtte az elnök úrtól, hogy Ricsikém, kapd össze magad, ez nem egy helyes döntés. Ez gyakori egyébként? Bocsánat, hogy mondjuk akár egy elnök fölhív egy úszót, hogy ideje, hogy visszatérje a medencébe és folytasd a nekem ez egyébként karriere. Valahogy érzéken van, tehát hogy jó ütembe tudok beérni jó helyzetekbe, és ez is egy ilyen helyzet volt. Azért fél évente egy ilyen van az életemben, nem csak mint úszóelnök, hanem akár mint állatoros hallgatók mentora, vagy azért más dolgaiba is. Mert azt gondoltam, hogy a Márton Ricsi egy tehetséges fiú, akit nem szabad elengedni a magyar úszósport, és valóban egy 60 perces beszélgetés, és visszajött. És tulajdonképpen ő hálás volt már azt követően is, mert azt érezte, hogy végre megtalálta ebbe a családba helyét. Ő egyébként az a úszó, aki az edzők gyöngyszeme, minden mennyiségű munkát képes elvégezni, pontosan jelenik meg, nincsenek kifogások, amellett tehetséges is, és én egyébként talán az ő eredményének örültem a legjobban, az Európa-bajnokságon, hogy Milák Kristóf mögött ott jött be egy ezüstéremre, de egyébként a váltó, aranyérmes 400-as váltó. Igen, egy habatortából, is de volt, úgyhogy ezt kevesen tudják, hogy ez az Indianapolis-i régi 2017-es váltó újra fölállt, 400-200-on, ahol azért megmutattuk újra a világnak ugyanazzal a szállítással 5 év után, és hogy azért még ott vagyunk. Hogy beszélgettünk erről már előzetesen, aztán nem titok elárulni a nézőknek is, hogy mekkora szerepük van, bár egyéni sportág az úszás, de mekkora szerepe van a csapatnak, úgymond, és ez nem csak az edzői és egyéb segítői tím, hanem az edzőtársaknak abban, hogy valaki olyan világklasszis lehessen, és olyan eredményeket érjen, mint Milák Kristóf. Ez egy haba tortán aztán, hogy egy igazi profi segítő edzőtársként fölért még ráadásul a dobogóra, és mennyire volt ez meglepetés bármelyikőtök számára? Hát ez meglepetés volt számomra is, hogy már ugye az elődöntőben 55 felet úsztam, vagy 55-4-et, beértem, és akkor ránéztem a Balázsra, hogy ez honnan jött. Hogy itt azért a szezon végén már így az augusztus közepe fele voltunk már ugye,
Európa-bajnokságot nem szoktak ilyenkor rendezni, tehát azért előtte is voltak olyanok, hogy fú, ez már fejben nagyon nehéz, és ez nehezen bírható. Balázs ugyanúgy mellettem állt és motivált, és valahogy kihoztuk ezt a jó eredményt reggel, ráadásul kicsit meg volt bennem, hogy azért ne legyen olyan, mint a kettő gyorsom, ugye a 4x200-as gyorsváltó még ott a pesti világbajnokság, budapesti világbajnokságon. Reggel úszok egy nagyot, délután meg bedarál a mezőny. És szerencsére nem sikerült elérnem. Középdöntőben jót úsztunk a Kristoffal, és hát a döntőre meg már úgy álltunk oda, hogy lesz, ami lesz. Most már Európa-bajnokok vagyunk. Ha érem lesz, akkor örülünk. Ha ezüst, akkor még jobban. De erre mi se számítottunk, hogy lesz egy ezüstérem. És hát ugye ez ráadásul egyéni csúcs az esetben. Még egy gondolat erejéig, csak ugorjunk vissza erre a 2019-es évre, mert Tomi is véletlenül kérdezte azt, hogy jaj, vajon akkor abban az időben mit csináltál? Kerékpáros futárként, most majdnem azt mondtam, hogy tengedted az életed, majdnem. De dolgoztál, tehát így éltél, hogy bármikor neked egyébként a fejedben benne volt annak a lehetőség, hogy egyszer majd visszatérsz, és sikereket fogsz elérni, vagy elengedted? Tehát mi volt az ok, amire abba hagytad, aztán miért kezdted újra? Az ok az a sikertelenség, meg látni azt, inkább az irítség ugye a többiektől, meg abból nehézségek voltak számomra ugye az úszás, hogy mások sikereket érnek el, akár kevesebb edzéssel, mint én. Én meg sokkal többet dolgoztam abban az időszakban, ugye a medencében, és az edzőmmel is kicsit nehézkes volt akkor a kapcsolat, akkor még a Horváth Tamással, azóta már szinte barátok vagyunk, és igazából ez vezetett arra felé, abba az út, vagy abba az irányba, hogyha már igazából ennyi időt töltök a vízbe, vagy ölök bele az úszásba, akkor esetleg egy más munkával akár több mindent tudok elérni. De aztán sikerült visszatérni. Lehet most akkor Vladár Sándorhoz fordulok, vannak ilyen későn érő típusú versenyzők, lehet aztán a meló már benne volt előtte is, egyszerűen csak most érett arra a szintre, hogy egy világszínvonal eredmény is kijöjjön belőle. Hát igen, látjuk a példát is, hogy van ilyen. Meg azért azt is el kell mondani, hogy pontosan emiatt, hogy kettőben keresztül, ugye 19-21-ig Bicó Bencével segítették Milák Kristóf felkészülését, és határozott véleményem az, hogy most százalékot nem mondok, hogy mennyi, de számos, hogy az, hogy Kristóf oda jutott ahova, azért nekik nagyon nagy részük van ebbe, és ezért kaptak is ez egy fair play díjat, hogy ne komoly, az IOC fair play bizottsága megszavazta a fair play díjat, amit most nemrég vehettek át. Úgyhogy hát vannak nyilván később érő típusok. A lényeg az, hogy az ember érezze meg a siker ízét, legyen motiváció. A legtöbb úszónk azért hagyja abba, és ez majd egy külön történet, 16-17 éves koron, pontosan ez hiányzik. Aha. A túlhajtottság, a túledzettség, a túlzott elvárás, a pályaválasztás előtti időszak, az, hogy minden számszerűen mérünk, hogy a sportág fejlesztési támogatás sok esetben a teljesítményorientált, az edző is bele van kényszerítve egy túlhajtásba, és elmegy a gyereknek a kedve, az úszónak, a sportolónak, bárkinek. Na, kedve. Most viszont visszajött a kedv. Ez a lényeg. Ricsi esetében, mik a tervek, mik a célkitűzések? Hova tovább? Tervek az vannak, most jelenleg ugye a világbajnokságra jövőre, Fukuokába az a cél, hogyha már nem csak a váltó jött be, ugye 4x200-as váltó, hogy akkor ott csapattagként elinduljak, így akkor azért már 200 pillanatban is, hogyha összejött egy ilyen eredmény, akkor ideje lenne azt is akkor első sorba venni, és akkor elindulni Kristóffal akár még egy döntőben. De most tényleg az ő személy nyilván motiváló és óriási húzóerő, te meg segíted őt, de látod-e annak esélyét? Hát nyilván mindenkinek a saját eredmény az elsődleges, legfontosabb, hogy esetleg őt is megcsípkedni egy-egy versenyen, vagy akár ott majd a nagy versenyen? Jelenleg most megvan a formám, meg a lendületem, fejben is motivált vagyok, borzasztóan, és meg lehet, nem mondom, hogy féljen, idővel egy ilyen 4-5 évet adnék, és akkor beérek talán az ő szintjére. De hát ez majd a kérdés, hogy mi fog, hogy alakul. Ebből a nézők mindenképpen, meg az úszásügyi vezetés, és csak profitált szerintem egy ilyen óriási párharcból. Benne a lehetőség. Benne a lehetőség. Hát igen, meg még
az egész ország profitál belőle, mert végtelen nagy büszkeséggel tölt ez minket. További éremest kívánunk magunknak is, és nektek is. Jó, hogy elköszönünk most? Hát így összegezve, hát lassan sajnos 10 másodpercünk van, lejárt az időnk. De mindenképpen megtisztelő volt, hogy jöttetek, és gratulálunk az eredményekhez, és sok sikert a továbbiakra. Így tovább.